A bűvös város. Philip Heldin a nővérével, Helennel egy szép kicsi házban élt. Annyira boldogok voltak ketten, hogy Philip úgy gondolta, amíg Helen vele van a történeteivel és a játékaikkal, neki nincs szüksége senki másra a világon. Ám egy napon egy idegen érkezett a házigójukba. Philip végig duzzogta az esküvőt, és így költözött az új otthonukba, ahol Helennel, Mr. Grahammel és lányával Lucyval élt. Hello! Te biztosan Philip vagy? Igen. Isten hozott a farmunkon. A házikóban jobb volt. Figyelj, mit szólnál, ha vacsora után megmutatnám a szobámat? Ha lekapcsolják a villanyt, felkelünk, hozd gyertyát, és várlak a szobámnál. Philipnek annyira hiányzott Helen, hogy elhatározta, mindent utálni fog az új életében. Az azonban csábító gondolatnak tűnt, hogy kibújjék az ágyából, amikor mindenki alszik. Fel is kelt, fogta a gyertyáját és kisurrant. Lucy már várta. Erre! Philip megdöbbent, hogy a játszószoba milyen nagy. Hűha! Mennyi minden van itt! De szép ez a hajó! Noé kapitányé, igaz? Igen, az övé! És vannak építőkockáim, katonáim, meg házi állatok, és farmerbabák! Sőt, varázslók és boszorkányok, meg homokozó formák! Mivel akarsz játszani? Egyikkel se, és mindegyikkel! Ezt hogy érted? Építsünk várost! Így aztán Philip és Lucy nekiláttak felépíteni egy hatalmas, nagyszerű várost. Gyönyörűen sikerült is nekik, amikor hirtelen... Mégis ki van ott? Ne! Hát ti meg miért nem vagytok még az ágyatokban? És az a gyertya csak nem az ebédlőasztalról való, az meg az ezüst tálcám! Hogy merészeltétek? Néni, kérem! Egy szót se többet! Amíg a szüleit haza nem jönnek, én vigyázok rátok, menjetek aludni! Az egész délelőttöm rámegy majd, míg rendet rakok idebent. Nem rombolhatja le a városunkat! Meg kell mutatnom Helennek, nagyon fog örülni neki! Ne feleselj velem! A gyerekek nagyon szomorúak és mérgesek lettek. Nem tudták elfogadni, hogy a városukat lerombolják. Sírva visszalopóztak, hogy még egy utolsó pillantást vethessenek szeretett művükre. Ekkor valami furcsa dolog történt. Egy üstökös haladt át az égen, és... Hol vagyunk? Álom ez, vagy valóság? De hát nem is aludtunk. Hosszú mérföldeken át csak hatalmas füves mezőt láttak maguk előtt, meg egy létrát a távolban. Szerinted felmászhatunk rajta? Nem látok semmi egyebet, úgyhogy... Úgyhogy Philip és Lucy elindult a létrán. Hosszan mentek felfelé, míg a tetején megláttak egy hatalmas tornyot, és benne egy embert, aki nagyon dühösen írt valamit. Philip, nem úgy néz ki, mint Noé kapitány? Igazad van. Philip, nem olyanok ezek az üvegek és rézedények, mint otthon? De, ezek ugyanazok. Igen, ugyanazok. Hogyan? Hát, biztosan észrevettétek, hogy ez ugyanaz a város, amit ketten építettetek, ezért vagyok itt. Nem értem. Ti felépítettétek ezt a várost, a könnyeknek pedig varázserejük van. Amikor a könnyeitek a városra hultak, feltűnt egy üstökös az égen. Megtörtént a varázslat, amely elhozott benneteket ide. Tényleg? De mi nem építettünk embereket, ők hogy kerültek ide? A házak belsejét sem csináltuk meg. Akkor hogyan? Jaj,
Mennyi kérdés! Ti nagyon szépen felépítettétek a városotokat. De amikről beszélsz, azokat mások készítették. Például aki a sakkfigurákat faragta, ő itt van. Azok, akik a fát faragták, festették, csomagolták és eladták mindazt, amit használtatok, mind itt vannak. Ők az emberek és ők hozták létre az épületek belsejét. Aszta! És hogy kerültek ide? Álmukban. Amikor olyan mélyen alszanak, hogy nem álmodnak, ide jönnek, és úgy élnek, mintha mindig is itt éltek volna. Majd amikor felébrednek, visszamennek a világukba, és újra úgy élnek, ahogy előtte. Egyszerű. Uram, vissza kell mennünk a világunkba. Az otthoniak nagyon aggódhatnak miattunk. Ehhez legalább két nemes tettet végre kell hajtanotok. Az egyiket én magam tűztem ki nektek. Mi szeretnénk végrehajtani a feladatokat, de az nagyon sok idő, uram. Nem, itt az idő másképp halad. Ha 1000 évig maradtok is itt, az odahaza csupán néhány pillanatot jelent. Mi? Így igaz. Rendben. És a mi feladatunk? Nem túl messze van egy sziget. A boldog szigetlakók szigete. Az ottani emberek boldogok, de van egy nagy félelmük. Ki kell találnotok valamit, ami előzi ezt a félelmet. Előkészítem az indulásotokat. Amikor Philip és Lucy megérkeztek a boldog szigetlakók szigetére, a kis törzsfőnök nagy örömmel fogadta őket. Köszöntelek! És remélem éhesek vagytok. Erre! De hisz... Ezt a szigetet Helennel mi építettük meg egyszer a tengerparton, és mi hívtuk Boldog szigetnek. Minden, amit építettél, Philip, az itt van! Nagy lakomát rendeztek Lucy és Philip tiszteletére. Amikor jól laktak... Úgy hallottuk, hogy valamitől féltek. Mi az a valami? A legnagyobb félelmünk, hogy egy nap a vihar felkorbácsolhatja a tengert, és elmoshatja a szép szigetünket. Hát, ettől féltek mindannyian. Gondoljátok, hogy ti ketten segíthettek nekünk? Philip és Lucy gondolkodni kezdett. Hogy akadályozhatnák meg, hogy a tenger kizúduljon a partra? Teltek a napok. Még egyszer csak... Hogyha nem tudjuk elvinni a tengert, vigyük el a szigetlakókat. Nagyon jó! Ez az, Lucy! De... Hívjuk ide Noé kapitányt! Íme a terv! Látod azt a magas tornyot? Csónakot kell építenünk, egy hatalmas hajót. Te pedig ott leszel a toronyban, és jelt adsz Boldog sziget lakóinak, ha megemelkedik a tenger, hogy szálljanak be a hajóba, ahol biztonságban lesznek. Csodálatos vagy, Philip! Ez egy kitűnő ötlet! Így aztán egy hatalmas hajót építettek a toronyra, hogy a Boldog sziget lakók ne féljenek. Ám épp azon az éjszakán, amikor a hajó elkészült, a tenger emelkedni kezdett. A szigeten riadót fújtak, és minden szigetlakó, ember és állat beszaladt a hajóba, amit jól lezártak. Majd a hajó útnak indult. Sok napon és sok éjszakán át úszott a vizen. Egy nap aztán... Philip, előbb vagy utóbb el fog fogyni az élelem, és az állatoknak szükségük lesz térre, hogy élni, mozogni tudjanak. Ez nem történhet meg a városban. Találni kell egy helyet, ahol a szigetlakók letelepedhetnek. De hát hol? Nem építettél egy másik szigetet is esetleg? Itt a herceg és a hercegnő szigetén a fákon csokoládénő, meg... Virágok cukorkából és fagyiból? A fákon egyszerre nőnek a virágok és a gyümölcsök. És soha nem árad ki a tenger. Biztonságos az élet örökre. Papagáj, azt mondtad, hogy minden, amit építettem, az itt van, ugye? Igen! Akkor vigyél el a herceg és hercegnő szigetére! Indulhatunk, kapitány! A hajó arra a gyönyörű szigetre érkezett, amit Helen és Philip együtt épített. Fülöp partra ugrott a puha fűbe, de amint a többiek is kiszálltak, a fű tűhegyes, éles láncsákká változott. Ó, mi történik itt? Én nem értem... Senki más... Csak te meg én tehetjük be a lábunkat erre a szigetre. Igen, csak neked meg nekem szabad a szigetre lépni. Ó,
Akkor ezért. Bárcsak itt lenne most Helen. Helen! Te vagy az? Helen, hogy csináltad? Álmomban jöttem ide. Azért, mert látni kívántál. Helen, ez a sziget? Annyira gyönyörű. Mi építettük együtt, te meg én? Ezért nem akarom, hogy eltűnjön. És a lakóinak is segíteni akarok. Mit tegyek? Philip, kinek fontosabb ez a sziget? De azt mondtuk, hogy csak mi jöhetünk erre a szigetre. Akkor ezt most meg is változtathatjuk. Mi építettük? A miénk? De építhetünk másikat is együtt. Gondolod? Most, hogy férjhez mentél... Philip, én mindig a nővéred leszek. És mindig ugyanúgy foglak szeretni téged. Igen, tudom. De olyan jó ezt hallani. Köszönöm. Bocsáss meg, hogy ilyen rideg és durva voltam hozzád. Megértelek. Philip ezután a boldog szigetlakóknak ajándékozta kettejük gyönyörű szigetét, ahol örökké biztonságban élhetnek. Ők megköszönték neki, és leszüretelték a sütifákat, a süteménybokrokat, a narancsot és a dinnyét. Noé kapitány pedig fontos bejelentést tett. Nos, Philip úrfi és Lucy kisasszony mindketten jól teljesítettek. Nem csak azt a feladatot, amivel megszabadítottátok a szigetlakókat a félelemtől, de Lucy arra is gondolt, hogy valahol le kell telepedniük. És te, Philip mester, oda ajándékoztad nekik ezt a szigetet, amely oly drága számodra. Mindketten együttérzőek és bőkezűek voltatok. Most, ahogy ígértük, vissza kell engednünk a világotokba. Philip és Lucy a játszószobában találták magukat. Valóság volt? Igen. Nézd, itt van két csokis süti a fáról. Ezt mi kaptuk, és két szuvenírfa levél a szigetről. Azta, köszönöm! Biztos, hogy Philip és Lucy soha nem felejtik el kalandjukat. Próbáljatok meg ti is egyszer építeni valami nagyszerűt, gyönyörűt. Ki tudja, mi történhet, ha egy üstökös tűnik fel egy holdfényes éjszakán.